Azt hiszem, hogy a Tiszatavon a legszebbek a naplementék. 50 éve az ember úgy döntött, megállítja a Tiszát az Alföld közepén, hogy bennünket szolgáljon. Hatalmas területet árasztott el, amit gátakkal vett körbe, és a végére egy nagy erőművet is épített. Gyermekkorom óta ismerem ezt a helyet. Láttam, ahogy az évtizedek során a sáros, kubikos és felszabdalt terület önálló életre kelt. Te pici vagy. Végignéztem, ahogy hatalmasra nőttek a fák, és a sűrű növényzet zöldre festette a szőke folyó partját. A hatalmas ponty! Milliónyi hal özönlötte el az új élőhelyet, és tízezernyi különleges madár követte őket ide. Csupán a víz hatására életre keltek a hajdani nádas labirintusok, vadregényes kanyarulatok, fekete vízű belső tavak és ezernyi sziget, amik ma mind az ősi Tisza arcára emlékeztetnek. Kérész életű, szokták mondani. Ahogy elnézem, itt körülbelül ekkora víznek kellene lennie, melligérőnek. Ezek az ikrák azonban veszélyben vannak, és az ember az, aki árthat neki. Az ember építette, a természet belakta. Így jött létre az ember alkotta paradicsom, a Tiszató. Messze földről járnak csodájára az Alföld oázisának. Mi gyönyörűt alkottunk, pedig nem is mi tettük azzá, hanem a vízzel együtt beillanó élet. Ám mi vagyunk azok, akik felelnek érte, akik megőrizhetik azt az ajándékot, amit a természettől kaptunk. Mindenhol madár. Rengeteg madár. Tiszató. Az ember alkotta paradicsom.